Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez a 35 perc, a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Felújított épületbe költözik az Áhonyi járási hivatal. A vármegyében már több mint 2 milliárd forintot fordítottak kormányhivatalok korszerűsítésére. Hamarosan jövünk a részletekkel, de előtte mutatjuk műsorunk teljes kínálatát. Iskola felújítás Nyírbátorban, új sportudvart is kapott a Bátori Anna iskola. Új helyen az ügyintézés, ezúttal Záhonyban újult meg kormányhivatali épület. Közlekedik a család, hétvégén rendezik a vetélkedő sorozat területi döntőjét. Út, ami összeköt, felújított szakasz Nyírgyulaj és Máriapócs között. Multifunkciós sportpálya, játszótér, kondipark komplex felújításon esett át a nyírbátori Bátori Anna református általános iskola udvara. Az intézményben a konyhát is korszerűsítették. A munkálatokat idén tavasszal fejezték be. A beruházást kormányzati támogatásból finanszírozta a fenntartó helyi református egyházközség. Tavaly augusztusban még javában zajlottak a felújítási munkálatok. A nyírbátori Bátori Anna református általános iskola udvara 2024 év elejére készült el, tavasszal pedig a teljesen felújított konyha is megkezdte működését. A beruházás zárásaként átadó ünnepséget szervezett az intézmény. Hosszú éveken keresztül valósult meg a fejlesztés. Az iskolánk 12 éve van a Nyírbátori Református Egyházközség fenntartásában, és 2 éve a tulajdonában is. A fejlesztések még 2016-ban elkezdődtek a tornaterem és a kiszolgáló helyiségek felújításával, és akkor egy nagyobb lépés 2019-ben volt az energetikai korszerűsítés, aztán belső felújítási munkálatok is folytak, és 2022-ben Magyarország kormánya támogatásával megvásárolta az egyházközség az iskola épületét, így tulajdonossává vált, és akkor kaptunk 1,3 milliárd forintos támogatást, és a vásárlás után a fennmaradó összegből valósult meg a gyönyörű udvarunk. Ezt 2024. januárjában vehettük birtokba. Itt a sportudvar, a játszóudvar és a gazdasági udvar is megújult, és 2023. márciusától, 24. márciusától pedig az új főzőkonyha is elindult, ott is egy teljes felújítás történt. 4000 négyzetméter kapott új burkolatot, ez jelenti a térkövet, az új sportpályát, a rekordtámborításokat. Egy multifunkciós sportpálya készült, a gyerekeknek játszótér 2 helyen is, hogy az alsó tagozatosokat és a felsős tanszobásokat külön tudjuk választani. Egy futópálya is készült, és egy kondipark. A Bátori Anna református általános iskola és óvoda 12 éve a helyi egyházközség fenntartásában működik. Az épületet pedig 2022-ben kormányzati támogatással meg is vásárolták az önkormányzattól. Erre a kormánytól az általános iskola 1,3 milliárd forintos, az óvoda pedig 400 millió forintos forrást kapott. Ahogy Püspök úr utalta az igei gondolataiban arra, hogy a test a lélek temploma, az egyszer mind azt is jelentette, hogy mind a testre, mind a lélekre figyelnünk kell. Azt nem engedheti meg magának egyetlen kormányzat sem, hogy csak az egyikre, vagy csak a másikra fordít figyelmet. Azért, mert az ember ebben a kettőben teljes, testben és lélekben. Mind a kettő egészségéről gondoskodnunk kell. Az egyházak ebben az utóbbiban a lélek egészségének megteremtésében tudnak segíteni, és hogy miért fontos az, hogy az egyházak részt vegyenek a közfeladatokban, arra nagyon egyszerű a válasz. A hívő ember számára a hit az nem egy hétvégi tevékenység, az nem egy délutáni tevékenység, hanem az egy 0-24 órás életforma, és igyekszik megélni minden területén az életének. Legyen szó munkájáról, legyen szó a magánéletéről, családi életéről, és ezért fontos az, hogy minél több lehetőséget adjunk arra, hogy az egyházak, ahogy arra én is utaltam, az élet minden területén ott lehessenek. Mint ahogy ez egyébként a kezdetektől volt. Tehát nem volt ez másként sosem. Az ősgyülekezetek is az élet teljes spektrumát fették le a jelenlétükkel. Éppen az a rendkívüli, a normálistól eltérő, amikor az egyházakat kiszorították.
ebből a teljes spektrumból. Mennyi támogatást kapott a Bátori Anna Református Általános Iskola és Óvoda a kormánytól? A Bátori Anna Református Általános Iskola és Óvoda összesen több mint 1,7 milliárd forint támogatást kapott. Ez annyiban speciális ez a támogatás, hogy duplán tudtunk ezzel adni. Az egyház kérésére nem csak az egyház gazdagodott ezzel a támogatással, hanem a város is, hiszen a támogatás jelentős része ingatlan vásárlásra fordítatott. A város jutott ezáltal a bevételhez, tehát ez a református egyház egy olyan konstrukciót tudott le nyomni a kormány torkán, persze ez nem volt túl nehéz, amivel mind az egyház, mind a város is jól járt. Tulajdonképpen duplán gazdagodott a város, hiszen egy olyan iskolával, megújult iskolával is gazdagodott, ami nyilván a város lakó családoknak egy nagy örömet jelentett. Az ünnepségen a város polgármestere elmondta, az intézményben 2016-tól folyamatosak a fejlesztések. Bár most egy beruházást, egy felújítást adunk át, de látni kell, hogy ez egy több mint 10 éves folyamatnak az eredménye, amikor a református egyházközség itt Nyírbátorban átvette az iskolát, és azóta minden évben fejlődik, bővül, átalakul az intézmény. Ebben vannak uniós pályázatok, van kormányzati támogatás, és hát közben még a tulajdonába is került az egyháznak, és mernénk kijelenteni, hogy a végéhez értünk, de tudjuk, hogy mindig vannak újabb feladatok. Bár azt el kell mondani, hogy ez, ami az elmúlt 10 évben megvalósult, ez több milliárdos fejlesztés ennek az intézménynek az életében, és nem csak az intézmény életében fontos ez, hanem a város életében, hiszen az oktatás, nevelés egy közösség számára talán a legfontosabb küldetés, és ebben nagyon fontos a különböző szereplőknek az együttműködése. A térség országgyűlési képviselője azt emelte ki, 2018-tól 14 milliárd forint összegű támogatás érkezett a környező településekre az oktatási nevelési infrastruktúra fejlesztése céljából. Ennyi támogatás a rendszerváltás óta nem érkezett oktatási nevelési támogatás címén, tehát az oktatási nevelési intézmények infrastruktúrális fejlesztéséről beszélek. Ebből 20 bölcsőde épült, 12 óvoda újult meg, illetve épült, és emlékeim szerint 19 iskolát tudtunk felújítani, míg ebből a 14 milliárd forintból 7,8 milliárd forint az egyházi fenntartású intézményekbe ment, jelesül ide a Bátori Anna Református Iskolába. A Bátori Anna Református Általános Iskolába jelenleg 18 osztályban összesen 440 gyermek jár. A diákok a testnevelés órákon, szünetekben, oktatás után és edzéseken is használják a multifunkciós sportudvart. Csak nem 300 millió forintos Európai Uniós támogatással új épületbe költözött a Záhonyi Járási Hivatal. Ez is része annak a több mint 2 milliárd forintos programnak, amelyben korszerűsödtek a kormányhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei épületei. A hivatalos átadón elhangzott, a kulturált épület más üzenetet is hordoz, ugyanis ha az állam odafigyel arra, hogy milyen épületei vannak, az az állampolgárok életében is útmutató lehet, hogy milyen hétköznapi életet éljenek. 2021 végén egy lepusztult épület csúfított a Záhonyt. Az ablakok, ajtók be voltak törve, össze voltak grafitizve. Belülről sem volt szebb a látvány, lehullott csempék, folyamatosan omló vakolat, és itt is betört üvegek fogadták azokat, akik véletlenül betévedtek a szellemépületbe. A helyzet ma már egészen más. Sem külsejében, sem az épületbe belépve nem emlékeztet semmi arra, hogy a József Attila utcán egykor MÁV kórház állt. Sokáig azonban kérdés volt, hogy mi lesz ezzel az épülettel. Valamikor a MÁV volt Záhonyban a legjobb munkáltató. A MÁV kicsit leépült itt, mint munkáltató, és megszűnt az a funkció, amit ebben az épületben végeztek. Ez egy szakorvosi rendelő volt a MÁV dolgozók számára. Sajnos ez körülbelül 20-25 éve már nem működik. Azóta üresen áll és romlott az állaga, úgyhogy ez nekünk nagyon nagy öröm, hogy ez az épület felújult, és egy kapott egy új funkciót, a járási hivatali funkciót. Én visszaemlékszem arra, amikor 2010 után nagy vita folyt a frakció belül, hogy na, hogyan legyenek a járások, és Lipők Sándor kevecsei polgármester úr élharcosa volt annak, hogy ha már a kommunisták elvették Kemecsétől a járási székhelyet, akkor legyen Kemecse újból
járási székhely, hiszen történelmi lehetőség visszaadni azt, amit elvettek az előző rendszerben. De hát mi azért óvatosan, főispánul próbált kicsi a bors, de erős elv alapján lobbizni Ibrány mellett, én próbáltam lobbizni Záhony mellett, mint kicsi járás, és a Csengeri járás is hasonló. És ugye nagy vita kerekedett, és azt mondta a miniszter úr, hogy oké, rendben van, legyen Kemecse, de akkor a többi pici járás is legyen járási székhely, ha visszaemlékszel erre a beszélgetésre. És én ezt elmondtam már polgármester úrnak, de nem nyugodott meg. És most ugye új épületben vagyunk, és nem csak ez az egy épület, régi mávos épület, amit felújítottunk, mert műfáz felújítás az is régi mávos épület volt, ezt sem mondta a polgármester úr, tehát mi azért igyekszünk odafigyelni a régi elhagyott ingatlanokra, és tényleg amikor itt jártunk a felújítások elején, illetve amikor még csak terv volt, akkor tényleg abszolút a belső állapotok alapján lehetett látni, hogy ezzel az épülettel valamit kezdeni kell, hiszen az emelet hátsó részében, ahol most az irattár lesz, ugye, ha jól tudom, a megyei irattár ott akár még a drogos fiataloknak a találkozó helye is volt a eldobált fecskendőkből megítélve. Tehát ez mindenféleképp a városban élők számára egy nagyon-nagyon fontos beruházás és fejlesztés. Az elmúlt években ráadásul felértékelődött a járási székhelyek és a járási hivatalok feladata. Olyan új kihívásokkal kell szembenézniük a dolgozóknak, amelyekkel korábban nem. Különösen igaz ez Záhonyra, ami egy kis járás, 20 ezer ember él itt, de a határon túli magyarokat is ellátja, ami emeli a jelentőségét. A járási hivatal, az itt dolgozó kollégáink az elmúlt években számtalan alkalommal valóban tanulságot tettek arról, hogy a feladatok, amelyeket a környéken élők, az itt élők ügyeiben el kell látnunk, magas színvonalon teszik. Ezt köszönöm a polgármester úrnak is, hogy így látja. A polgármester úr azok közé tartozik, azok közé a polgármesterek közé, akikkel szorosabb az együttműködésünk. Nyilvánvalóan járásszékhely településről beszélünk, de valóban az elmúlt évek sokszor megpróbáltak bennünket, így a Covid oltásoknak a szervezése, vagy akár a menekült válság még közelebb hozta az államigazgatást és az önkormányzati szférát, az együtt élő embereket, és itt a menekült válság kapcsán, ha megengedik, és képviselő úrra is nézek, aki rengeteg munkát tett abba bele, hogy az ide érkezőket, főleg az első néhány hétben nagy tömegben érkezőket megfelelő módon fogadjuk és segítsük, de hát nyilván a rendvédelmi szervek, katasztrófavédelem, rendőrség szintén ugyanígy tett. Tehát rájuk nézve el kell, hogy mondjam, hogy ez a közös munka, ez közelebb is hozott bennünket. Ez a közös munka azt is jelentette egyúttal, hogy ma már félszavakból megértjük egymást, és hogyha össze kell dolgoznunk, lásd egy járási hivatal bővítése, megépítése kapcsán, akkor könnyen megtaláljuk egymással a hangot. A közigazgatás mindenek előtt az emberek hétköznapi életének támasza, ez pedig akkor válik igazán észrevehetővé, amikor válság van, és emberek tucatjainak, netán ezreinek hétköznapi élete kérdőjeleződik meg. Erről Navracsics Tibor beszélt. A miniszter hozzátette, a közigazgatásnak más feladata is van. Nem először járok most már itt, ilyen apropóból Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ami jól mutatja egyben az itteni közigazgatásban dolgozók és elsősorban főispán úr elkötelezettségét azért, hogy javítsa a közigazgatásban dolgozók életkörülményeit, hogy az állampolgároknak kedvezőbb találkozási pontokat teremtsenek az állammal, illetve hogy összességében tökéletesen képviseljék azt az elképzelésünket és azt a filozófiánkat, hogy az államnak adnia kell magára, mert ahogyan az állam kinéz, legyen szó akár épületekről, akár a közigazgatásban dolgozók külsejéről, viseletéről, az egyben üzenet is az államtól a polgárok irányába. Üzenet, és ennek az üzenetnek csak is a legjobbnak és a legmagasabb színvonalúnak szabad lennie. Annak, hogy az állam megbecsüli a polgárait. Még ha időnként korlátos anyagi eszközökkel is tudja csak ezt a megbecsülést kifejezésre juttatni, de ami rendelkezésünkre áll, azt mindent mozgósítanunk kell annak érdekében, hogy a polgárok érezzék, ez az állam értük működik. Értük működik, akár úgy, ahogyan polgármester úr is, főispán úr is és képviselő úr is mondta,
amikor válság van, akkor az államra lehet számítani. Az elmúlt években többször volt olyan helyzet, amikor Magyarországon a területi államigazgatás és az önkormányzati igazgatás, a kormányhivatalok, a járási hivatalok és az önkormányzatok, főispánok, járási hivatalvezetők és polgármesterek összefogva együtt dolgoztak azért, hogy emberéleteket mentsenek, segítséget nyújtsanak, vagy csak átsegítsenek egy-egy polgárt a krízis helyzeten. Én magam abban az időszakban nem voltam minisztere a közigazgatásnak, mégis talán megbocsátják nekem ezt az esetleges túlzott hiúságot, de hihetetlenül büszke voltam a magyar közigazgatásra, hihetetlenül büszke voltam önökre, hiszen világosan megmutatkozott, hogy amikor válság van, amikor a gazdaság kénytelen olyan súlyos korlátozásokkal szembenézni, amely az emberek ezreinek, tízezreinek megélhetését kockáztatja, amikor az emberek hétköznapi élete kerül veszélybe, a megszokott formák és megszokott keretek kérdőjeleződnek meg, akkor a közigazgatás a sokak által unalmasnak tartott, szürkének tartott és lenézett közigazgatás vitte az életet, vitte a polgárok életét. Önök voltak azok, akik 24 órán keresztül, naponta, mindig folyamatosan gondoskodtak a közösségek megmaradásáról, a közösségek létéről, a polgárok megsegítéséről, legyen szó akár járványról, akár háborús helyzetről. Önök tették azt lehetővé, hogy az élet újra és újra visszazökkenjen a normális kerékvágásába. De az állam nem csak azért van, hogy megsegítse az embereket, hogyha nehéz helyzetbe kerülnek. Ez is nagyon fontos, sőt, talán a legfontosabb feladata. De van egy másik feladata is, és ez az épület tökéletesen kifejezi ezt a feladatot is. Magyarországon általában lenézéssel szoktunk beszélni a közigazgatásról és az államról. És úgy gondoljuk, hogy a piac a trendi, a piac hozza a versenyképességet, azt termeli a jövedelmet, azt teszi az emberek életét jobbá. Holott, ha megnézzük, akkor nem tud piaci tevékenység sikeres lenni, megbízható és magas színvonalú közigazgatás nélkül. A közigazgatás igenis versenyképességi tényező. Nem csak abban, hogy egy ügy elintézése mennyi időbe kerül. Ez is fontos lehet, és hála a jóinak, itt Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében, ismét csak főispán úrnak és a járási hivatalvezetőknek köszönettel tartozom, hogy az országos átlag alatt vannak gyorsabbak az ügyek intézésében. De abban is, hogy milyen körülmények várják az ügyeiket intéző polgárokat, milyen eséllyel találkozhatnak olyan ügyintézővel, aki megérti a problémáikat, segít nekik, és igyekszik tovább lendíteni az ügyek vitelét. És Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében ebből a szempontból is jól állunk, de talán most már országosan is jobban. És a megújuló intézetek, a megújuló intézmények, épületek, azok egy kicsit azt is jelentik számomra, hogy minőségibb környezetben, kulturáltabb környezetben tudjuk várni a polgárokat. Talán az egésznek a muszáj jellege is csökken, hiszen tudunk már olyan kormányablakokról, ahova szeretnek járni az emberek, akár csak azért is, hogy találkozzanak egymással és beszélgessenek egymással. És az, amit 14 évvel ezelőtt talán merészen fogalmaztunk meg, hogy a kormányablakok váltsák föl a körzeti orvosi rendelőket abban, hogy az unatkozó, magányos emberek számára találkozási pontok legyenek, talán most már egy kicsit ez sikerült megközelítenünk, és a jövőben talán még közelebb jutunk ehhez, de abban is, hogy a hétköznapi ember példát találhat a saját hétköznapi életének minőségi javítására, amikor elmegy egy közintézménybe, elmegy egy kormányablakba, egy járási hivatalba, vagy egy kormányhivatalba. Mert bár tűnhet ez nehéz feladatnak, de a közigazgatás amellett, hogy segíti az embereket, amellett, hogy versenyképességi tényező, amellett példát nyújt az embereknek a hétköznapi életben, hogy hogyan lehet vitát elrendezni, hogyan lehet megbeszélni dolgokat, hogyan lehet békésen szót érteni, akkor is, ha nem értünk egyet, és hogyan tudunk egymásnak segíteni, anélkül, hogy a másiknak az alávetését akarnánk elérni. És itt, hogy most itt együtt vagyunk, polgármesterek, járási hivatalvezetők, területi államigazgatásban és önkormányzati igazgatásban dolgozók,
azt is mondhatjuk, hogy ez a konszenzusa a közigazgatásnak, hogy a lehető legszélesebb értelemben szolgáljuk az embereket, és az, ami a minisztériumban megjelenik, ahol a közigazgatás mindkét nagy területe együtt van évtizedek után ismét, és mindez a területfejlesztéssel együtt a térségek fejlesztését is szolgálják, a határmenti térségek fejlesztését is szolgálják, így mondhatjuk, hogy jó okunk van bizakodni abban, hogy az elkövetkező évek együttműködése is sikeres lesz. Itt Záhonyban is, ahol a járási hivatal nem csak az itt lévő közösségek megsegítését szolgálja, hanem egyben az egész térség versenyképességének motorja is lehet. Az itteni szolgáltatásokkal, az itt dolgozók odafigyelésével vonzóvá tehetik nem csak Záhonyt, nem csak a térséget, de ezt az egész gazdasági térséget, amelyet Trianon ugyan különböző országokra darabolhatott szét, de önök sokkal jobban tudják, mint én, hogy valójában a hétköznapi életben továbbra is egy térségként akar létezni. Ebben pedig a közigazgatás is sokat segíthet. A Záhonyi a második legkisebb járás a megyében, a település járási hivatala hosszú évekig bérleményben volt elhelyezve. A hivatal új, végleges épületét közel 300 millió forintos Európai Uniós támogatásból újították fel. Ezzel több mint 30 ember munkakörülményeit tették komfortosabbá. Május utolsó hétvégéjén rendezik meg Nyíregyházának Közlekedik a család elnevezésű vetélkedő sorozat területi döntőjét. A kétnapos eseményt idén is a Nyír Pláza parkolójában bonyolítják le. Az eseménnyel egy időben tartják a Nagy Zoltán Öreg fiúk, lányok emlékversenyt is, amely szintén közlekedés biztonsági és ügyességi feladatokból áll. A résztvevők értékes nyereményekkel gazdagodhatnak, a versenyek mellett pedig gyermekprogramokkal is várják a családokat. Nem lehet elég korán elkezdeni, és nem lehet elégszer ismételni a biztonságos és körültekintő közlekedéssel kapcsolatos ismereteket, állítják a szakemberek. A közúti balesetek legnagyobb részét ugyanis a KRESZ be nem tartása okozza. Éppen ezért hirdeti meg immár 13 éve a rendőrség balesetmegelőzési szervezete és az Országos Balesetmegelőzési Bizottság Közlekedik a család elnevezésű vetélkedő sorozatát. A területi döntőt Nyíregyházán május utolsó hétvégéjén tartják a szokott helyszínen, a Nyír Pláza parkolójában. A népszerű családi vetélkedővel egy időben idén egyéni tudáspróbára is nevezhetnek az érdeklődők. Május 25-én, 26-án Nyíregyházán Nyír Pláza parkolójában ismét Közlekedik a család közlekedésbiztonsági vetélkedő kerül megrendezésre, és mellette az első Nagy Zoltán Öreg fiúk, lányok emlékverseny, tehát két verseny is párhuzamosan. Az első versenyre, Közlekedik a családra, minden olyan családot szeretettel várunk, ahol 6 és 17 év közötti gyerek van, illetőleg a szülők közül valaki rendelkezik B-kategóriás vezetői engedéllyel. Meg kell odaadniuk egy kereszttesztet, mind a gyereknek, mind a felnőtteknek, autós ügyességi pályát, kerékpáros ügyességi pályát kell kipróbálni, van vörös keresztes elsősegély nyújtási állomás, ahol számot kell adni bizonyos ismeretekről, illetőleg van egy bűnmegelőzési totó rész is. Ezeknek az eredményeiből kerül majd ki az a megye, vármegyei győztes, aki képvisel minket az országos megmérettetésen, ez Pécsen lesz majd, és a fődíj egy személygépkocsi, tehát érdemes küzdeni, érdemes készülni erre a rendezvényre. A második a Nagy Zoltán emlékverseny, Öreg fiúk, lányok emlékverseny, ennél pedig mindenki részt vett a versenyen, aki valaha is közlekedési versenyen volt. A Nagy Zoltán Öreg fiúk, lányok emlékversenyre felső korhatárt nem hirdettek a szervezők, akik itt is a KRESZ naprakész ismereteire kíváncsiak, de ügyességi feladatokat is kell teljesíteni az indulóknak. A kétnapos rendezvénysorozat további programokkal is bővül. 26-án hirdetjük ki a végeredményét a Így közlekedtek ti közlekedésbiztonság gyerekszemmel rajzpályázat nyerteseit. Minden éven itt kerül sor erre az eredményhirdetésre, úgyhogy elég szép számú közönséget várunk, mivel nem csak ezek a közlekedési vetélkedők lesznek, hanem a gyereknap alkalmából kommandós kutyás bemutató, különféle szórakoztató programok lesznek, tetkózás, arcfestés, csillámtetkózás, motorszimulátor, részegszemüveg szimulátor, ütközés szimulátor, tehát nagyon sok program lesz, várjuk a gyerekeket, felnőtteket,
Ez a program ingyenes, annyit szeretnénk, hogy egy picit foglalkozzanak a közlekedéssel is, hogy biztonságban legyenek. Lehet olyan is, hogy mind a két versenyen elindulnak, nem kell előzetesen jelentkezni, bár a www.közlekedikacsalad.hu honlapon ezt meg lehet tenni, nem szükséges, elegendő ott a helyszínen, bármelyik nap ér rá a család, akár szombat, akár vasárnap, mind a két nap ugyanazok a programok lesznek, pontosan azért, hogy egyforma eséllyel induljanak a családok ezen a vetélkedőn. A legtöbb résztvevő család Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt hosszú éven keresztül, többek között azért is, mert két naposra tervezzük ezt a megmérettetést. Nagyon sok olyan család van, aki akár versenyen kívül is indul, hiszen őket is szeretnénk bevonni, de aki minden feltételnek megfelel, azok közül mondom, a legtöbb itt volt nálunk, ez olyan 47-50, akár 50 feletti családról beszélünk, ami nagyon szép szám. A Nagy Zoltán öreg fiúk, lányok emlékversenyen közlekedésbiztonsági eszközöket nyerhetnek a legügyesebbek, míg a Közlekedik a család vetélkedőn többek között értékes utalványokkal is gazdagodhatnak a dobogósok. Az aranyérmes család idén is az országos döntőbe jut, amelyet augusztus 24-én és 25-én Pécsen szerveznek, a fődíj pedig a korábbi évekhez hasonlóan egy személygépkocsi. Nyír Gyula és Mária Pócs határán áll ez a kereszt. A két település mesdjéjén adták át hivatalosan is azt az összekötő utat, amelynek megépítését már több mint 20 éve kezdeményezte az akkori Nyír Gyulai képviselőtestület. Mária Pócs és Nyír Gyulai között pontosan 2000-ben épült meg az első útszakasz, ami korábban 4 méter szélességű volt. Nagyon sokan használták, igénybe vették, és a Magyarország kormányának a vidékfejlesztési programjához csatlakoztunk 2021-ben, ahol a Nyír Gyulai-Mária Pócs alkotta konzorcium pályázat ennek az útnak a külterületi szakasz szélesítésére, útpatka képítésére és a vízvezetés stabilizálására. A beruházás 315 millió forintba került, az összegből a két település önkormányzata 17 millió forint önerőt vállalt. A fejlesztés a helyiek számára kiemelten fontos. Amikor 2000-ben megindult, akkor a fele készült el köves útként, Nyír Gyulai, a másik az földes út volt, akkor is már sokan jártak, és a kövezés után pedig megélénkült a két település közötti rokoni látogatások is, mert akkor az volt a jellemző, és ahogy az úthálózat épült, akkor az autók is részvették, ők is erre közlekedtek. Ahogy az ipari park megépült, a dolgozóknak nagy száma is elindult, és hál' Istennek kerékpárút vannak környéken bőven, és ezt is úgy használjuk, mint egy kis kerékpárot. Igaz, hogy még ez nem az, de azért az autók nem olyan nagy számba mennek, mint a Nyírbátor-Nyíregyházi úton. Az átadáson Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője elmondta, választókerületében 2018 óta több mint 100 kilométernyi útszakasz újult meg. A fejlesztésekben pedig, mint mondta, jelentős szerepe van a Magyar Közút Nonprofit ZRT-nek is. Ebből 70 kilométer az közút. Köszönet a Közút Nonprofit ZRT-nek, hogy felújítja folyamatosan az útjainkat. Jelesül most Mária Pócs és Pócs Petri között zajlik egy útfelújítás. Tehát 66-70 kilométer az közút, és mintegy 50 kilométer pedig a vidékfejlesztési program jóvoltából újul meg, és ilyen formán jóval 100 kilométer felett tartunk. Ebből a 17 programból, amely a vidékfejlesztési program jóvoltából létesül, útfelújítás, ez mintegy 45 kilométer. Ez összekötő utakat jelent, tehát a választókerületben az elmúlt 5-6 évben a 120 kilométer az igen nagy arányú útfejlesztést jelent. Az összekötő út átadásán Ág Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára elmondta, az elmúlt 14 évben több mint 4000 milliárd forintot költött közútfejlesztésre a kormány.
Magyarország kormánya 2010 óta 4200 milliárd forintot költött közútfejlesztési beruházásokra. Ebben talán a legnagyobb tétel és a legfontosabb azok a beruházások voltak, amelyek azt szolgálták, hogy minél több térséget be tudjunk kötni a kétszer-kétsávos utaknak a rendszerébe. Nagyon sok megyeszékhelyet, nagyon sok megyei jogvárost sikerült ebbe a hálózatba bekapcsolni, és továbbra is azon leszünk, hogy a gyors forgalmi úthálózat 30 percen belül elérését tudjuk elősegíteni. Ezen túl természetesen nagyon fontos valamennyi térség, az ország valamennyi térsége számára az, hogy kisebb jellegű útfelújítások is meg tudjanak történni. A Magyar Közút, a Magyar Falu Program révén az idejében is számos beruházást indított el, és a jövőben is természetesen a választókerületek érdekében ilyen jellegű munkába fogunk fogni. Az átadáson az is elhangzott, a 3,5 kilométeres összekötő út felújításával a korábban nehezen járható veszélyes szakaszon a balesetek száma is jelentősen csökkent. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorra, jövő hét hétfőn várjuk Önöket, én most kollégám nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra!